Dante komédiája sokkal számosabb szálon kapcsolódik a mai életünkhöz, mint sem gondolnánk, hiszen már maga az indítás, ez a híres nevezetes az élet útjának felén, nem egyéb, mint egy mai divatos szóval szóva midlife crisis-nak a megjelölése, vagyis egy életközepi válság, az a bizonyos sötétlő vadon, ahol én is jártam már, meg szerintem nagyon-nagyon sokan jártunk, és sokan számolunk be ezekről a tapasztalatokról. Amikor azt hiszi az ember, hogy, hogy leélte már az élete egy meghatározott részét, hogy eligazodik benne, hogy tudja merre hány méter, és aztán kiderül, hogy ez mégsem ennyire egyszerű, mert hiszen ott van a vadon, és most vajon merre tovább és aztán ebből indít egy fajta spirituális kalandregényt, vagy spirituális pikareszket tulajdonképpen Dante, hogy megpróbálja felfedezni azt a birodalmat, amely neki megadatott, és amely mindannyiunknak az emberi létezéssel megadatott. Ugyanúgy, ahogy nagyon sokan elindulnak El Camino-ra, vagy elmennek coachhoz, vagy mindfulness trénerhez, vagy pszichológushoz, vagy valakihez, aki segít a belső vadonnyukat, és, és hát persze azt a külső világvadont is felfedezni nekik, amelyből a belső világuk áll össze. Hiszen a külvilág az tulajdonképpen bennünk van, annyi, amennyit a külvilágból magunkba szűrtünk. És hát a legfontosabb, hogyha ilyen nagyon hogy mondjam, hivatalosan, vagy, vagy mereven akarok fogalmazni, akkor az erkölcsi normák úgy mond. Tehát, hogy mi az, ami igazán fontos, mi az, ami megtart, mi az, ami meggyilkol, mi az, ami másokat megtart körülöttem, és esetleg bennem van, vagy másokat meggyilkol, és bennem van, mi az, amikor másokat mérgezek, és mi az, amikor másokat táplálok. Tehát tulajdonképpen a pokolnak a bugyrai, akkor is, hogyha ilyen látványos, zombiszerű figurákkal vannak tele Dantéval, tulajdonképpen az mindannyiunkkal vannak tele, valószínűleg mindannyian mindegyik bugyorba ö, belepasszolunk részben, és hát az, hogy milyen arányokban ö, engedünk ezeknek a, a káros vagy nem káros ösztöneinknek, azoknak a késztetéseknek, amelyek ö, hát talán csak eredetileg az életben maradást célozták, tehát hogy én más rovására érvényesüljek, és akkor én fogok életben maradni, de hogy ezekből az ösztönökből, amelyek most már nem kellenek az életben maradáshoz, viszont kellenek ahhoz, hogy nagyobb hatalmat, hírnevet, dicsőséget szerezzek, hogy ezekből mennyi marad bennünk elevenen, mennyit próbálunk leszabályozni, mégpedig a szeretet nevében, mert ez a szellemi maraton futás, amit végigcsinál, csinál, 33 plusz 33 plusz 33 bugyron keresztül Dante, és amit mindannyian végigcsinálunk az életünkben, ennek az etapjai tulajdonképpen azok a fajta hogy is mondjam, alakváltozataink vagy szellemfiguráink, akiket meg kell szelídítenünk ahhoz, hogy értelmes és szeretetteljes emberi életet éljünk. Mert hiszen a, a középpontjában deklaráltan ennek a műnek a szeretet áll, mint mérce. Persze minden korban elvitatkozunk rajta, hogy mi az igazi szeretet, hogyan lehet jól szeretni valakit, és nyilván, hogyha egy úszót ki akarok menteni a vízből, akkor az a jó szeretet, hogy először is leütöm, hogy meg ne folytson engemet is, magamat is, és úgy húzom ki a partra. De úgy önmagában persze a boxolás az nem tűnik valami szeretetteljes tevékenységnek. És hát, hogy a szeretet tulajdonképpen... Kifelé, önmagunk felé, hogy nyilvánul meg a helyes magunk szeretete, más felé és Isten felé, és a teremtett világ felé, hogy nyilvánul meg a helyes szeretetünk. Ez az isteni komédia, ez egyben egy emberi komédia is, hiszen nagyon is az emberről szól. És nem a, az a lényege, hogy, hogy a pokollal ijeszgessen minket Dante, de hát látjuk, hogy nagyon-nagyon komoly poklokba tudjuk magunkat kergetni mindannyian, különböző szenvedélyekkel, vagy különböző megszállottságokkal, hanem az a lényege talán, ugye tele vagyunk ma is ilyen szemrehányásokkal, hogy eléggé minimalista vagyok-e, eléggé ápolom-e a testemet, és eléggé kondiban vagyok-e eléggé globalista vagyok-e, eléggé állatbarát vagyok-e, és hány a skálán, és tulajdonképpen mihez képest. A kérdés az, hogy egy olyan totális látáshoz el tudunk-e jutni egy olyan szellemi rendszerhez, amely eléggé találékony és eléggé sok helyet ad a spontaneitásnak, és amilyen a Danteféle volt például. És egy olyan globális rendszerhez, amely egyben nagyon lokális is, hiszen hogyha megnézzük Dante hasonlatait, akkor a korabeli hajóács műhelyekről, a piacokról, a kereskedőkről, a kelmefestőkről, szólnak ezek a kicsi betoldások, tehát mint egy tükörképben felfelvillan a saját teljesen átlagos korabeli élete és annak színterei, teljesen átlagos korabeli emberekkel, úgyhogy leginkább ez a két szemlélet, hogy eléggé türelmesek legyünk ahhoz, hogy a teljességben gondolkodjunk, és eléggé alázatosak ahhoz, hogy a részletekben is gondolkodjunk, ezek segíthetnek hozzá, hogy kihúzunk magunkat, hogy kimásszunk a saját kríziseinkből, ugyanúgy, ahogy Dante hőse tette meg a maga idejében.